tudom állapodni. Sziasztok! Engem Guzsár Péternek hívnak, és egy konkrétum projektről fogok mesélni. Kicsit izgultam még a kettőkor, mert Barka nagyon szigorú volt, hogy tartjuk az időt. 8-10-en, úgyhogy meg is nyugodtam. Picit. Szeretnék egy üzletet kötni veletek, hogyha 7 percet mesélnek és 3 percet kérdeztek, az jó, vagy mesélnek 5 percet, és az utolsó készlátban megkérdezhetek tőlem. Jó, ezt tudom még felajánlani, mert 5 perc nagyon-nagyon kevés, mert egy 7 perc volt a legkevesebb, és mindenki éreztem ezt a szuper nyomást, hogy mindent el akarom mondani még, és szeretem a projektet nagyon az 5 percet mesélni. Nekünk pedig ez az. Nekem azt mondták a hölgyek, hogy angolba lehet egy osztály, hát az angolul lett, úgyhogy ennél a barátok nem tudott menni angolul, de nagyon fogok mesélni róla. Szóval ez a Fort Garage projektünk 2014 nyarán indult. Ekkor képzeljétek el, hogy éppen egy másik projektben ültem, Nyakin School nevű non-profit alapítvány által működtetett csajokat informatikára, technológiára oktató projektet kezdtünk el arra magamban, és ennek a pályamotja egy tábor volt, amit Ólórándra kezdtünk csajoknak, 11-12 éves lányokért, akikben először programoztak, legorobot hoztak, weboldalt csináltak, imádtuk, ők is, mi is, nagyon jó volt, munkánk mellett tettük ezt akkor még. És aki volt már Ólórándra, tudja, hogy egy nagy üvegajtón kell bemenni, és az üvegajtón van 3 lépcső, és úgy jössz be a térben, és azt láttuk a második nap környékén, amikor a szülők jöttek a gyerkőcökkel, hogy elvégyük a délután, hogy a fiúk tesók ülnek a lépcsőn szomorú fejjel, mert ez egy nagy projekt volt, és nem tudtak se legalábbodat, és se legoldalat csinálni semmit sem. És jöttek hozzánk a szülők, hogy hát nagyon örülnek meg azt mondanak, Margarózatet, hogy csajok végre programozhatnak egy ilyen közökben, mert mi lesz a öccsekkel és bátyakkal. Mi a projekt az, de én mindannyian tech cégekkel dolgoztunk, és ott körülöttünk 92% a magyar statisztika, a férfiak aránya, minden a csávokat látunk, mondottuk, ez egy tök jó dolog, 6 évesen kitalálják, mennek szépen végig, PM-et, ERTE, pázmány, fölveszik őket, örökké fejlesztik, lesznek is milyen boldogok, és kiderült szülők révén, hogy nem így van. Nincsen olyan hely ma 14-ben Magyarországon, ahol bizonyos keretek között elmeneti-kimeneti követelményekkel, tanárokkal felkészítettek a srácok is tanulni. Nagyon gyorsak, kicsit mozgó. Nagyon gyorsak vagyunk, úgyhogy erre egészen gyorsan reagáltunk. Erre az igényemet azt láttuk, hogy non-profitként lehetett volna valami, amiért ha tőlem kérik, akkor az esetleg pénzt tudok kérni majd a későbbiekben. Ami nekünk nagyon fontos, hogy alapítványként nem mindig támogatókkal dolgozzunk, hanem legyen saját forrásaink. Úgyhogy az első ilyen anyukás-apukás kérdések után összeadtuk a polgarács, ami markánsan különbözik a school-tól. Picit mesélek arra is, hogy majd miben, mert azt láttuk, hogy itt nagy igény. Ugye elkezdtünk azon nagyon, hogy miben lehet újat adni ezen a területen, a fiúknak, lányoknak vegyesen, körülbelül ugyanilyen szintre hozva őket, ahol ezek a gyerkőcök aztán örök életükben majd fordulók akarnak lenni, mert egy feltett szándékunk, hogy ők azzal váljanak, hogy szeressenek ezt a világot, ha nem is mint munka, de legalább mint hobbi, és a méker, hogy ennek a másban számítunk értel. Úgyhogy átmentünk nagyon sok olyan dolgot, amit a school-ban csináltunk, tech cégeknél vagyunk, jellemzően, támogató cégeknél, ahol teki fiúk és lányok mentorálják ezeket a gyerkőcöket. 15 fős csapatokban dolgozunk velük, és 15 fő általában 5-7 felnőtt jut, aki segíti az ő munkájukat. Ennek köszönhetően szuper gyorsan haladnak, elképesztően sokat tanulnak, és ha belegondoltuk abba, hogy akikkel mi dolgozunk, 12 évesek, mire végeznek egyetemen, nagyjából 10 év szakmai gyakorlatuk ezt meg JavaScriptben, 22 évesen, nagyon-nagyon nagy potenciál bennük. Általában a cégektől, amikor elköszönünk, akkor ők azon agyalnak, hogy jogilag hogyan lehetne 12 éves korban őket foglalkoztatni. Mert egy junior programozó szín környékén, amikor tőlük elbúcsúznak egy tisztetes tanfolyam után. Az elmúlt másfél évben, mondtam, még nem mutatott el számot, és igen. Örök életében is ennyi ment el. 4 perc van, pedig. Szóval az elmúlt másfél évben rengeteg gyerkőcöket nem nagyon sok órát programoztak. Itt látjátok azokat az alap cuccokat, amiket oktatunk nekik. Scratch, ez egy nagyon cuki MLK-t fejlesztett drag and drop alapú tökéletes kezdő felület, aztán Lego Masterhouse, ami nekem nagyjából a csoda környékén van, így 30x éves, hogy miket tudom már egy Lego cucc, és JavaScript, ez pedig kőkemény programozás, ma Magyarországon nagyjából 10.000 ügyes járás pozícióban, ahol ezek a srácok is mehetnek azonnal. És kiadtunk tavaly egy könyvet, Dovon Ipszom kalandjai, nézzétek majd meg, ez egy
egy szuper cuki mesekönyv, 8 éves kor környékétől ajánljuk, irgalmatlan jó, nagyon jó fordítót találtunk, egy Facebook fejlesztő srác, aki 2 percen van, írta a kislányának, aztán kiderült, hogy a világon kevés ilyen van, ő már azóta nem fejlesztő Facebooknál, viszont nagyon kedves ajánlott nekünk a jogait, úgyhogy egy szuper könyvvel vagyunk gazdagabbak, nagyon halkan mondom, soha nem akarjátok vélet kiadni, semmi értelme nem kerestek fel a pénzt, de rengeteget dolgoztok vele, mi pénzt akartunk vele keresni, most már örülünk, hogy van, de nem fogunk neki szerintem mostanában még egynek. Mit szeretném csinálni? Merre megy a projektünk? Másfélre dolgozunk folyamatosan gyerkőcökkel, az kurban és a polgárában több mint 1000 gyermek volt nálunk valamilyen foglalkozáson, és imádják. 98,5% mindent mérünk mindig, mint egy osztályra. 98,5%-on van az öcsillagunk, az ötöl, és szeretnénk, hogy ezek a dolgok, amiket mi átértünk, megtanultunk, megtapasztaltunk, elbuktunk, kijavítottunk, ezek menjenek az iskolába mindenről, mert hogy úgy fogunk nagy hatást elérni, hogyha az most még általában alulmotivált, nem nagyon ismert ilyen eszközöket, informatika, matek, fizika tanárok megismerik ezeket, és a srácokat, lányokat tudják motiválni. Ó, még egy percem van, és még 2 szlájdom. Ó, nincs 5 szlájdom! Szóval ez a polgárás, és akkor még egy percem arra mesek neked egy picikét, hogy milyen dilemma az, amikor csinálsz egy alapítványt, ahol minden ingyen van, támogató cégek ezt lehetővé teszik, aztán betolsz egy másik betitól pedig pénzt kérsz valamilyen, és hogy ez a két oldal, ez fokozott-e bennem, és bizony, perceket nem állásnál, mert szélszes voltam, amúgy előtt a világban. Inkább az, hogy nem kérek pénzt csinálom a gyerekektől. Nagyon érdekes, hogy mi alapvetően a school-dra tudunk inkább vissza, mint egy cég. Mindenünk for profit, ahogy gondolkodunk, hogy csináljuk, csak nem vagyunk, nem, csak nem kérek pénzt a gyerkőcöktől. A kódolás ezzel szemben pedig már az ilyen hazai pályán, hiszen a szülők nagyon szívesen áldoznak arra, ami jónak gondolnak a gyereküknek. Ha ti gyermekkel rendelkeztetek, terveztek ilyet a következő néhány évben, mindenképpen tanítsátok őket kódolni, mert az az jövő, nem inkább a jelenleg fontosabb idegen nyelv az angolnál a kódolás. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Barbarának, Melindának, és Eszterára a szívot hátul ledőlt, hogy megtartott minket idén is, jövőre is jövünk, ha lesz, és kérdezzetek. Köszönöm. Kérdés. Hogy is mondjam ezt neked? Nem sok. Itt az erőforrásos válaszok jönnek, mint mindenki, aki a szervek projektjében van. Nekünk annyiban jobb helyzetek, hogy mi ebből ez a munkánk már erőforrás, és ezt úgy csináljuk, hogy egy kicsit több az erőforrásunk. Most 3 helyszínen dolgozunk. Van egy Amerikai nagyfejlesztő cég, az ő központjukat használjuk, a gyerkőcökkel. És képzeljétek el, az a nagyon érdekes dolog történt, hogy iskolák kerestek meg minket, egyelőre a piac mozgatja még ezt az igényt, mert magániskolák jöttek oda hozzánk, hogy angol nyelven kell lenaptatást tartanunk gyerkőcökön, mert ezek a szülők, akik nagyon sok pénzt fizetnek egy angol nyelvi suliért, ők már ezt tudják, hogy ez egy fontos dolog. Most az ISB-ben vagyunk fönn Csillagércen, ott 3 helyi kurzusunk megy Legóban és Szpecsben egy-egy. Nagyon szeretnék szeptembertől nyitni, szeptembertől a school fog nyílni, kicsit hazabeszélek a school a szerelmet projekten inkább, kicsit nehéz is volnám veszni, de szeptembertől szkúlban így vannak klubjaink országosan. Ez egy óriási lépés, hogy csak minden ott tudjanak ilyen dolgokat csinálni, és ezzel együtt szeretnék ennek a 35 klubjaiségbe betolni. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan tudom meg Markovit és a Falkovit részlet még Szegeden valakivel összeadni. Ma még kevés helyszínen nincs weboldalunk, mert hogy oda csak így megérhet a PC, de a Facebook oldalon a kódolás hangeré megtaláltuk minket, ott mindig jutunk minden új projektünkről, ami indul. Lesz táborunk. Ezeket el kell próbálni. Nyári táborunk lesz, hiszen Legó, augusztusban. Megtaláljátok a Facebook oldalunkon, mert nézhetek el, szuper dolgokat fognak a gyerekek csinálni egy hét alatt. Legó Meister Osztrakot segítségével, aki ismeri, tudja, hogy minden tud, amit 10 pár évesen szeretnénk ezen a dolgot, amit programozni is akartak vele. Úgyhogy kérdés helyszínen, kérdés, hogy a válasz. Semennyire sem figyelünk rá, inkább azért, mert ez szabad a dolog, nem azért, mert ezzel. A kódolásban, mint cég, nem tudom ezt szűrni, van egy áram, amiért adom a szolgáltatásomat. Azon már dolgozunk, támogató cégek.
keveseknek. Ma még olyan fiatalok vagyunk, és olyan picik az elérésünk, hogy nem lehet tömegesen. De amit elhangzott az előbb, hogy bármilyen sérült gyerkőccel tudunk-e dolgozni, ma még nem vagyunk erre képesek. Nekem erre csak az nem a válaszom, mert nem alkalmas. Gyertek hozzá! Nem alkalmas a projektem, de ez benne igenis, mert szélszes vagyok. A projektem nem alkalmas erre. Az én szakemberi nem értenek azokhoz a gyerkőcökhöz, nincs meg a szaktudásunk. Mindig azt mondjuk az ilyen megkeresésekre, hogy nagyon szívesen dolgozom bárkivel együtt, a tematikát elmondom és megtanítom az ő szakemberét, hogy lehet, hogy egy kódolni megtanítani 6-8-10 éves bármilyen gyermekcikket, mert szerintem az ő munkája sokkal nehezebb, mint az enyém. Egy ott dolgozó szakember sok évig tanulja ezt egyetemen mindenhol. Nem tudom ezt átvenni tőle, ezt a részét. Úgyhogy nincs írásszűrésünk, az ösztöndi program lesz a kódolásban, a válaszok, az fog pedig ingyenes, úgyhogy hála az ének ott, ez nem is kínom, mert aki megnyomja a gombot, az üvet. Mindenkit meg lehet tanítani programozni? Mindenkit. Én sem kérdéssel. Tényleg? Abszolút. Tehát aki nem szereti a matematikát, az is szereti. Igen, mindenkit meg lehet tanítani programozni. Két olyan ember mondta ezt, akit én mind a kettőket nagyra tartok ezen a szektorban, mind a kettőjük a Prezi alapítója. Halácsik Peti Hápi, ő azt szoktam mondani, hogy a szorgalmat és a tehetséget nagyon, nem, bocsánat, a tehetséget nagyon túlértékeljük Magyarországon. Mindenki azt mondja, hogy tehetséges, az egy szuper dolog, fog majd hivatott lenni, ha nem igaz. A szorgalom legalább nagyon fontos, mint a tehetség. Kódolni mindenki képes megtanulni, aki szorgalmas és erős is megtanulja. Aki szereti, annak nem fáj a gyűrű, aki nem szereti, annak kicsit fáj. Rengeteg szót ismerünk most már, aki könyvtárolóval váltak kódolóval, hátul ülnek a hölgyek, éppen az eszközeikkel, a zsákból összesek. Nekik szerintem még több sztoriuk van ezzel kapcsolatban. De nem félreértett ez a kérdés. Nem azt kérdeztem, hogy aki meg akar tanulni, azt meg lehet-e tanítani programozni, igen, hanem hogy mindenkit meg lehet-e tanítani. Igen. De azt mondtad, ha szorgalmas, meg lehet. Ez nem kérdés. Kell az kitartás. Fel tudjátok kelteni mindenkinek az érdeklődést? Ezzel a projekttel 12 évesen mindenki megy hazai programozó lesz. Király. Ugye, de aztán mihez később azt nem tudom, de a jövőben mennek hazai. Igen. A csajok a szkúlban, ők általában azon a munkáján is akarnak dolgozni, a szombaton jártak velük. Mindenki G, Sakar, Morgan Stanley és Microsoft-os Erik Szoros. A bögrékkel rohangálnak 2 évet kaptak ajándékba. És hogy mindenki megy hazai anyag. Én ide jövök vissza 8-10 év múlva. Ez, aki esetleg recruitmenttel foglalkozik, tudja, hogy mekkora érték. Jó pár millió forint ment ott ki az ajtón, reméljük, hogy visszajön majd. De ez abszolút működik. És még egy érdekes dolog a kérdésre válaszolva, a másik alapítósom megviselő, pedig mindig azt mondja el, és elolvastam tőle az idézetét, hogy ha meg szeretnéd tanulni programozni, és mondjuk a Prezivel egy fontos pozíciót betölteni, akkor ehhez egy átlagos gimnáziumi matematikai tudás szükséges pont. Ő magasan megviselő Ádám, úgyhogy azt hiszem, hogy műszaki végzett. Ő tök jól ellenne egy gimis. Bocsánat. Tök jól ellenne a gimis tudásával is. Nem nincs ebben most mélyebb. Vannak persze extremitások, ahol tudományos síkon dolgoznak emberek, de óriási piac, rengeteg pozíció, 70-80-100 IT-s pozíció van. Szóval,